Az elmúlt 25 évben Magyarországon megváltozott a világ. 25 évvel ezelőtt Magyarországon tőkés rendszerváltást hajtottak végre. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a munkás, dolgozó embert eltűnt a parlamentből. Ma a tulajdonnak a nagy része magánkézbe van, és jelentős hányada pedig külföldi kézbe. Mi azt gondoljuk, hogy a tőkés rendszerváltás káros volt Magyarországnak a rendszerváltás első esztendébe több mint másfél millió munkáit szüntettek meg, és ezeket a munkahelyeket mind a mai napig nem állították helyre. Hol szüntették meg? Sok százezet a mezőgazdaságba, eltűntek olyan nagy üzemek, mint Bábolna, eltűnt a híres magyar mezőgazdaság, de ugyanezt látjuk a nagygyárak, Csepel területén is. Munkanélküliség, mi adataink szerint legalább egy millió embernek nincs munkája, ebből 500 ezrek nyilván is tartanak, a többieket már nyilván sem tartják, semmiféle segítséget nem kapnak. És akkor még nem beszéltünk azokról a százezrekről, fiatalokról, akik azért mennek külföldre, mert itthon egyébként nem tudnának elhelyezkedni, és nem lenne munkájuk. Rosszabbul élünk, mint a rendszerváltás előtt. Abból a pénzből, amit ma kapunk, nem lehet tisztességesen kijönni. Az emberek többsége minimálbért kap, a megélhetés költségei növekednek. Nyertünk az Európai Unióval, egy fenét nyertünk. Az árak már európaiak, olyanok, mint Bécsben vagy Berlinben, a fizetések viszont csak töredékét teszik ki. Mi ezen akarunk változtatni. 2010-es választáson vetette fel a munkáspárt azt a követelést, hogy legyen a minimálbér legalább 100 ezer forint. Akkor érdekes módon a Fidesz fölvállalta ezt a jelszót, és minden további nélkül átvette a munkáspár programját. Ma már a 100 ezer forint minimálbér valóság, hiszen ennyit kapunk. Egy a baj, hogy ebből ma már nem lehet megélni. Annak pedig semmiféle jele nincsen, hogy ezt a kormány meg akarná változtatni. Mi azt gondoljuk, hogy a minimálbérnek mindenkor olyan magasnak kell lenni, hogy abból egy család tisztességesen, becsületesen meg tudjon élni. A jelenlegi viszonyok között azt gondolom, hogy ez nagyjából az átlagbérnek felelhet meg, tehát mindenképpen 200 ezer forint kellene, hogy legyen a jelenlegi minimálbér, ennek azonban mindig változnia kell. Nem csak az a baj, hogy kisik a bérek a probléma, ott is, hogy túlságosan gyorsan növekednek az árak. Ez a kormány azt állítja, hogy Magyarországon soha ilyen alacsony infláció nem volt, mint jelenleg van. Hát én nem tudom, én bemegyek a boltba, és azt látom, hogy a hús drágább, hogy öt évvel ezelőtt mondjuk egy kiló csirkemel volt 1100 forint, most pedig 1600-1700 forint körül van. A kenyér volt 150 forint, ma meg már 200 forint, 300 forint, sőt annál drágábbak is vannak. És rohamosan nő a tej, a sajt és mindennek az ára. Magyarán az élet egyre drágábbá válik. Ezt meg kell változtatni. Mi azt gondoljuk, hogy az Európai Unióban a kormánynak küzdeni kell azért, hogy egyenlő eljárás és egyenlő szabályok vonatkozzanak a multinacionális vállalatokra. Az nem járja, hogy ugyanazért a munkáért, Németországban négyszer többet adnak bérként, mint mondjuk, amit adnak Magyarországon. Ha ez a munka különböző lenne, akkor indokott lenne. Mi azt mondjuk, hogy magyar munkásnak is a Kecskeméti Mercedes gyárban ugyanakkor a fizetés jár, mint amennyit egyébként Németországban a Mercedes gyáraiban megkap.